lakás egyik legfontosabb helysége a konyha, pláne akkor, hogyha belépve a lakásba, egyből a konyhába érkezünk, és ez manapság elég gyakran előfordul. Valóban, és ahogyan itt is látjuk, a praktikusság megkívánja azt, hogy nagyon sokszor ez előszobával egy térben alakítják ki a konyhát, és a mai modern konyhákban már megengedett, hogy akár ez a térkihasználtságban bármi benne legyen. Mi az, ami jellemzi az ilyen konyhákat? Én azt gondolom, hogy a hasznos térkihasználás, a praktikum, az esztétikum és mindenféleképpen a dizájn. Az a helység, ahol most vagyunk, annak tudunk egyébként konkrét nevet adni? Mert régen ugye megvolt a nappali, a hálószoba, de mintha ez egy nagy összér valami lenne. Igen, ez nagyon jó ez a kérdés, mert hogy tulajdonképpen hogyan is definiáljuk, mert manapság, amikor már ilyen esztétikusak a konyhák is, akkor nem is tudjuk igazán, hogy most miért kellene ezt definiálni. Ez előszoba, csak nappali vagy konyha, de gyakorlatilag mind a három. Ez az a tér, ahol jó étkezni, ez az a tér, ahol funkcionális dolgok vannak, ahol főzni lehet, ahol beszélgetni lehet, ahol ha belép, akkor le tudja rakni a ruháját, a cipőjét. És az a nagyon csodálatos például ebben a konyhában is, amit most itt kialakítottak, hogy nagyon jól elhelyezték például a főzőlapokat. És a hely kihasználtság zseniális, olyan szempontból is, hogy ugye tudjuk, hogy amikor valaki a tűzhely mellett áll, akkor arra azért figyelni kell, az ételre figyelmet kell szentelni, és hogy nem szorul ki a társaságból. Én azt mondanám, hogy ez egy olyan fúziós közösségi hely, ahol jó együtt lenni. Amit te is említettél, hogy a sütők nagyon praktikusan vannak elhelyezve, gyakorlatilag az asztal részét képezik, hasonlóak ezekhez az alátétekhez. A sütőt, a hűtőt meg tudták úgy oldani, hogy nem foglalnak nagy helyet, de mégis minden van. Igen, azt gondolom, hogy ezekben a kislakásokban tényleg a praktikum az, ami leginkább érvényesül, mint ahogy ugye a sütőknél is látod, hogy van főzőlap és van grillező, és ahogyan a gépekben is megjelenik, hogy a pici térben mennyi funkciót lehet üzemeltetni, és egy kis konyhában milyen sok kiválóság lehet, mert itt is több gép lett elhelyezve egyetlen egy felületen, ugye megjelenik a mikro, megjelenik a sütő, megjelenik a gőzölő, pároló, tehát több minden jelen van, és mindennek van helye. Tehát nagyon fontos az, hogy a praktikum mellett milyen funkciókat szeretnének megtalálni, meg milyen funkciókat szeretnének használni azok az emberek, akik ebben a konyhában jól és nagyon jól akarják érezni magukat.